Sziasztok srácok, újra itt vagyunk a DJ FMX műsorában, és pörgetjük nektek a legmenőbb felvételeket. Innétől kezdve nem ez játszok, de jó magam Vamuzze, azaz Demeter Csaba, csak itt sehol máshol. A felvétel a Pap Alexnak szól, a Pabon királyának, a megállíthatatlan BD Vitarás csávónak, a B6-os passzáttal gyerekek mozdogatja a kupokat, előszeretettel! Ezen a sárccal a gyerekek nem bírni, hogyha megindul, akkor ott zálóra van. A Pap Alexnak szól, a Pabot királyának! Na gyere bajnok, zargassuk meg! Úgy, ahogy illik! Na figyelj, egy picit megfűszerezve! Nyom meg, jó! Itt szól a felvétel a papzozónak! A buszosok vezérének, a GR Patrol megkoronázatlan királyának. Gyere nyomj a papu! És akkor megyünk tovább. Tudjátok, a lendületes mixek csak is van Vamuzzétől. A Szabó Máténak, a főgépésznek, a puncifogó mágnesnek, a krumpli királynak, zargass be! A Máté barátom a gyerekek nem bírni, a nők kedvencének szól, akire csak úgy tapadnak a csajok! Ja, és szól a felvétel a Dídeninek, a fahordás királynak, az MTZ nagykövetnek, csak a Micsu! Ezekkel a srácok a gyerekek nem bírni, a nők kedvenceinek! Hop, hop! Vagy megöntözve? Ahogy a srácok szokták a mezőt? Ezekkel a srácokkal komolyan mondom, nektek gyerekek nem bírni! Ha megindulnak azokkal a trakikkal, akkor a zálóra van! Woo-hoo-hoo!
Igen, megtaláltuk gyerekek a krumpli királyt! Amikor választás van gyerekek, akkor lehet az Orbán Viki oda megy hozzá és megvesz tőle több hektárnyit, és akkor osztogatja a kuppokat és a krumplikat. A Szabó Máténak szól az elosztónak! Ja, és a fahordás királynak, a D-Denny-nek, azt hittem D-Denny. Na de mindegy, figyelj, megpörgessük! Az MTZ nagykövetnek szól, gyerekek! Vajon mit is jelenthet ez az MTZ? Fogalmam nincs! Akkor fejtsük meg, hogy mit is jelenthet ez az MTZ! Gondolkodásba estem gyerekek, hogy mit is jelentett az az MTZ, de fogalmam nincs. Talán van egy tippem gyerekek. Mónika, Tünde és Zoltán. Vezérének a GR Patrol megkoronázálatlan királyának, a papunak, nyomja papu! Mi van a születeken? Jó, what? Jó? Jó?